A 12. helyet hozó januári férfi kézilabda debütált a nagyválogatottban, a szemtelenül fiatalító Dusebajev stáb irányítójaként. Most B válogatott lett, miközben klubjával a csurgóval 5. helyen zártak az NB1-ben, ahol 99 gólig jutott a szezonban. Falu végig Rudolf az évről és persze a BL döntőről is beszélgetünk vele. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! E, ugye indul a válogatott szezon, csurgóró Bartusz Kapus ott van a szabatékeredben, e, te most B válogatott vagy, ez, ez most mi ez egy visszalépés? Nem mondanám visszalépésnek, ez jelen pillanatban a realitás. Az Európa bajnokság után hónapoknak kellett eltelni ahhoz, hogy először értékeltő momentumom legyen. Úgy gondolom, hogy ha valaki nem tud stabilan jó szinten játszani, akkor nem érdemli meg azt, hogy kin legyen egy ilyen, egy ilyen csapatban, egy ilyen, egy ilyen megmérettetésen. Viszont ebben ott, ott húzódik annak a lehetőséget, felismerjük, hogy dolgozni kell, vissza kell kerülni, nagyon motivált vagyok, de egyáltalán nincsen bennem egy sértettségérzés, hát hogy is lehetne, az ebbi után szinte teljesen szétestem és újra kellett építeni ezt az egészet. Mert hogy azért az, az egy hatalmas teher volt, nem? És utána gondolom nem ment könnyű, vagy nem ment könnyen földolgozni azt, ami ott történt. Nem, nem kifejezetten erről van szó, csak nekem előtte is sok mindent meg kellett volna már tanulnom. Évek óta voltak olyan dolgok, amik ismétlődően jöttek, és ezt az EB nagyon felnagyította és az arcomba nyomta. Tehát már nem tudtam megkerülni olyan kérdéseket, amiket korábban mindig megpróbáltam. Mondj egy példát, hogy kettőt. Föl kell vállalnom például magamat. Tehát az Európa bajnokság alatt nem tudtam igazán bekerülni a csapatnak a szellemi részébe, mert én egy érzemre egy kicsit zárkozottabb típus vagyok, viszont nem várhatom el azt, hogy mások jöjjenek is kopogtassanak az ajtomon, hogy szia Rudi, gyere, mutasd már meg magad, érdekel, hogy ki vagy. Tehát nekem ebbe fejlődnöm kell a pályán is, sokkal jobban kellett volna magamért játszanom. Ez egy nagyon jól hangzó dolog, hogy a csapat és a magasztos eszme, hogy megyünk együtt, Na Ez meggyőzünk. akkor megy, hogyha magadat ismered, vagy oda pakolod. Természetesen. Jó, a, közösség, ha? a jó csapat jó egyéni képességből, teljesítményekből tevődik össze, tehát Nekünk ott kicsit megakadt az, ahogy együtt tudjunk működni. Én mégis mantráztam ezt, hogy akkor majd csináljuk, csináljuk. Lehet, hogyha néha egy kicsit magammal többet foglalkoztam volna, nem egyet lőttem volna meccsenként kapura, hanem mondjuk tizet, akkor lehet, hogy több gólt okoztam volna, és esetleg döntő pillanatokban tudtam volna egy kicsivel többet lendíteni a szekeren. Azt nem tudom, érzékelted, hogy azért a játékos társadalom kiváltképpen a lékai szimpatizás része az, az nem túl nagy szimpátiával tekintett rád, amolyan kis Tusebajev bébi vagy kedvenckeként. Tehát azt gondolom, hogy egyébként ez bárkinek azért nem egy kicsi teher. Ugye nem, nem te jelentkeztél a válogatottba, ez a helyzet adódott. Persze, hát ezt el kell tudni viselni. Igazából én a Mátét nagyon tisztelem, tehát nekem ez volt a legkellemetlenebb az egészben, hogy nagyon reméltem, hogy nem kerülök olyan helyzetbe, hogy esetleg előtte adodjon vagy vele szembe adodjon egy, ilyen, egy ilyen, kis kellemetlenség, mert, mert, én nagyon tisztelem őt még annól, amikor a playerbe a pálya mellett ültem, és arra vártam, hogy legalább beszaladhassak, hogy négy másodperc alatt felterülhessen mások izzadságát a földről, már ott szaladgált előttünk a Balogh Zsoltival. Szóval nekem ilyen szinten visszanyúlik az, hogy nézem őt játszani, és, és ez volt talán a legkellemetlenebb az egészben, mert hát mindenki azt mond, amit akar. Az embereknek van véleményük, belülről teljesen más minden, én ezt tudtam. Szerintem, amikor ott lehettem, magamra húzhattam a válogatott mezt, akkor mindig mindig belehaltam abba a mezbe, még akkor is, hogyha sajnos ez jó eredményekkel nem társult, de a lelkiismeretem nagyon tiszta volt, és amikor jöttek a támadások, amikor ugye azért elővettek, ez, ez ott volt nekem mindig. Nem volt könnyű, lelkiismeret ott van az emberben, bennem is mindig erősen dolgozik, de az azért elkísért minden, vagy tudtam, hogy az adott helyzetben, még hogyha ez egy gyenge teljesítményre is volt elég, abban a pillanatban az volt a legtöbb, amit tudtam tenni. Persze beszéltünk arról, hogy ha kicsit tekertem volna a dolgokon, kicsit pontosabb lettem volna, mással foglalkoztam volna, több energiát összpontosítottam volna a saját játékomra hát, akkor lehet, hogy ez jobb lett volna, de abban a pillanatban ez volt a legtöbb, amit elett el tőlem, és ezért ezért sokat segített azokban a pillanatokban, amikor elővettek. Egyébként, bocsáss meg, parancson. szerinted talán egy jó kapitány volt? Te például mit tanultál leginkább tőle? Hát nagyon-nagyon... Hosszasan tudnánk erről beszélgetni. Szerintem az nagyon nagy dolog volt az ő részéről, hogy én nem is emlékszem, hogy korábban bárkitől hallottam volna azt, hogy ennyire bátran fölmeri azt vállalni, hogy ő szeretne elérni egy jó eredményt. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt, ami egy pillanat alatt teherré tudott változni, szerintem, amikor nem úgy alakultak a dolgok, ahogy jöttek. Hiszen, amikor az embereknek azt mondják, hogy éljük túl valamit, és hozunk egy hatodik, nyolcadik helyet, akkor akkor az egy kicsit megtévesztő lehet, hiszen ő is ezt mondta, hogy nyolcadik helyért nem jár érem. Én azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy legyünk harmadikok, célozzuk meg ezt, aztán lehet, hogy nem leszünk. Hm. És, és nem tudom, itt a kommunikáció környékén volt egy kis probléma, de én emberileg, én emberileg nagyon csodáltam őt. Tehát a vesztes mérkőzés után kiment, már én éreztem rosszul magam, hogy hogy annyi mindent, az, talán az összes felelősséget a vállára vette, elmentünk a Dámecs után sajtótájékoztatóra, és mindent magára vettem meg ott ültem, és a mikrofonba körülbelül annyit tudtam mondani, hogy hát megvolt a taktikánk, de nem tudtuk megcsinálni, szóval így nem tudom, hogy hol van az egészséges arány a felelősségben, de valahol ott volt a miénk is. Aztán, amikor megnyertünk, akkor meg kiment és azt mondta, hogy hát ezek a srácok, ezek így dolgoznak, ezek ezt tudják, hát minden érdem az övék. Szóval. Nem akármilyen fiszkó, maradjunk abban. Megvan, megvan, benne a karakter, de sajnos a dolgok nem úgy jöttek ki. Talán azt mondom, hogy ez a közeg még, még, nem igazán tudja értékelni az akkora, az akkora embereket, mint ő, mert ő tényleg ember, és én ezt csodáltam benne a legjobban. Mind a mellett, hogy elképesztő szakmai tudása van, onnan, hogy lejöttünk a pályáról, ott volt egy teljesen másik karakter, akinek legalább annyi presztízse volt nálam pont emiatt, elképesztően felnézek rá még a mai napig. Remélem, hogy nagyon, nagyon jó dolga lesz ott ben szurkolok neki. Aztán dolgozom azért, hogy esetleg újra lehetőségem legyen vele dolgozni. De várj, Rudy, akkor te most igazából egy Veszprém kielcebb eldöntőnek szorítasz, igaz? Már csak ezért is. Mondjuk, hát természetesen szorítok a Veszprémért, mm -hmm. de úgy gondolom, hogy a talent, még minden, amit tőle kaptam, és minden, amit ő képvisel, minimum megérdemli azt, hogy, hogy azért uh, szorít csak az ilyen értékeknek, amit ő uh, hordoz és uh, képvisel minden téren. Ah, azt mondom, akkor legyen, a, ha már a Final forra ra uh, kanyarodtunk, akkor legyen egy, uh, egy kihelce Veszprém döntő, nem? Legyen. Uh -huh. uh, mit gondolsz egyébként, egyetértesz azokkal, például Mocsai Lajosra, aki azt mondja, hogy most már a, lehet azt mondani ebbe az évben, hogy a, hogy a Veszprém első számú bls -S -S i lépett elő? A Veszprém nagyon jó, de de ez a Final Four, ez már hozott váratlan dolgokat, például pár éve, amikor a Flensburg megnyerte, szerintem az senki nem gondolta, és itt volt pár héttel ezelőtt a lányok BL -E döntője, és ott is... Hát a súranópályás Bukarest szépen elvitte a trófát. A súranópályás Bukarest kegyetlen kemény volt, és mondhatunk bármit, hogy a fordulópontokba ki, hol mit hibázott, ott tudtak végig lenni, persze ott van ezekben a játékosokban az, hogy tulajdonképpen azzal, hogy kikerültek egy Final four ők már csak nyertek, de a férfi Final four szerintem mindenki azért, azért megy, hogy megnyerje. Igaz, ez a nőire is, de talán a férfiben még, még kiegyenlítettebbek tudnak lenni a viszonyok. Én úgy gondolom, hogy az elődöntő már nagyon sokat számíthat, hogy egy olyan sorozat terhelésbe lesznek ott a srácok, hogy két elképesztően kemény meccset kell lejátszani 24 órán belül, amit azért, e, senkit nem akarok megsérteni, de tudjuk, hogy a Veszprém azért nem a, a fiatal a csikókból álló csapat, tehát szerintem nekik nagyon sokat számít az, hogy mondjuk az első meccsen ki fognak egy nagyon jó napot, az elejétől kezdve tudnak dominálni. Hát 40-45 perc után már ö, nem kell a Laciéknak, a Mobilicsnek játszani annyit, másnap frissek tudjanak lenni, szerintem az ő játékuk nagyon fontos lesz. Uh, egyébként náluk ugye három különböző stílusú irányító van, Csem, a lékai Pálmárszó, neked melyik kolléga a melyik legközelebb a, a te, hát hogy mondjam, szívedhez, vagy stílusodhoz, vagy ö, ideáidhoz? Ez érdekes, mert ö, azt mondanám, hogy mindhármójuk, de úgy igazából egyikőjük se. Mindig nézem a játékukat a, a, az azonos poszton játszó ö, srácoknak, és mindegyikőjükben van olyan, olyan tudás, tehát például a a Csema Rodrigueznek, bár ő úgy tudom, nem fog játszani, sérült, ugye? Tehát okay. uh, nála ezek az elképesztő egyegyezések, amit, amit leszokott folytatni. A Máténál pedig ez a ez az őrült kreativitás, olyan váratlan húzások. Sokszor például volt a válogatottban, amikor emlékszem, még kis voltam, hogy bejött és olyan passzokat adott, hogy még a környezetese tudott rá felkészülni. És sokszor ezért, ezért kritizálták őt, hogy mondják, hogy ilyen fiatalos, hogy ennyire lendületes, még, még kiegyensúlyozatlan, az aztán közben csak hárommal előrébb gondolkodott, mint aki mondjuk mellette volt, és ezért került egy ilyen rossz helyzetbe. Hát az Áron meg már mielőtt Veszprémbe jött, ugye tudtuk, hogy elképesztő kvalitási vannak. Nála, nála az a, ez az iszonyatos lazaság, ami, ami, tud tanúsítani. Tehát sokan azt hiszik, hogy jéghideg, érzelem nélkül, én nyilván én nem ismerem, de, de nem, de nem de a játéka nem az, hogy ez, 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 viszont. őrült profizmus. Rudi, a végén még, mielőtt a végére érnénk, csurgóról. Ugye ötödikek lettetek, és már a keret meg a csapat kezd alakulni, sokan mentek, össze is álltatok, jött portugál a védőspecialista, szlovén játékos, varium Martin, a spanyolos ez az alakul a csapat. Gondolom, hogy ezért ez, ez, ez egy alulteljesítés volt ez az ötödik hely, nem? Nézd, ez is egy nagyon sok komponensű kérdés. Tehát nyáron kilenc új játékosunk volt talán, a belső posztokon egyedül a Stefan Csavor maradt a tavalyi csapatból, aki szintén fél évet töltött ott, és a Vadkerti Gabi volt még korábban a keretnek a tagja, aki kölcsönbe játszott az előző szezonban, visszajött, és csak úgy éppen beleugrott ebbe a rendszerbe, amivel mi itt meg, meg igyekeztünk dolgozni. ただ。That, uh Nagyon sokat tanultunk idén, tehát ezért nehéz felmérni ennek az ötödik helynek az értékét, mert, mert nincsen benne az, hogy mennyi kudarcon nehéz meccsen mentünk át, és ez egyénileg is szerintem, és az egész csapatszinten is, hogyha így nézzük, abszolút jellemző. Sokszor volt, hogy egy rossz meccs után összeültünk a buzba, és ott kibukott belünk, hogy ki mit érez, és rácsodálkoztunk, hogy, hogy, ugyanaz a bizonytalanság van bennünk, ugyanaz a hezitálás, tehát érdekes, hogy csapat kollektíven éltük meg ugyanazt, és ez az egész szezonra kiadott. Benne volt ez a hullámzás, volt, akinek nagyon jól ment, például a Csaki volt, de, de ugyanakkor a fontos meccseken, a közvetlen riválisaink ellen, Tatabánya, Füredelen játszottunk tíz meccset, háromszor tudtunk nyerni. De, de úgy gondolom, hogy az év végére összeálltunk annyira, hogy ha innen nyílegyenesen tovább tudunk lépni, és ez az egész év egy befektetésként, egy tanulási folyamatként tud majd felhasználásra kerülni, akkor ez egy nagyon hasznos év volt. Legyen így, ezek szerint akkor a következőnek így kell majd nekiállni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.